Lomok itt is, ott is sáros patakon, persze csak átmenetileg, hiszen idén ingyenes lomtalanítást hirdetett a város önkormányzata. Ahogy a képekről is látszik, a háztartási cikkektől, bútordaraboktól kezdve, a műanyag széken keresztül a ruházati cikkekig mindent kihordtak a lakosok. Az elszállítás alapfeltétele az volt, hogy amennyire csak lehetséges, pakolják össze zsákokba a felgyűlemlett lomokat, hiszen így a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. Könnyebben el tudja azokat szállítani. Április 21-ére szombatra hirdette meg Sárospatakváros önkormányzata az ingyenes lomtanítást a lakosság részére. Ez egyébként azért is fontos, mert idén ez az egyetlen egy alkalom, amikor a sárospatakiak ingyenesen el tudják szállítatni feleslegessé vált lomjaikat. Mint látható mellettem is, bizony elég sok mindent kipakoltak a lakosok. A befűtől a székig, az ágyhúzatig mindent. Több helyen egyébként láttunk veszélyes hulladéknak számító tárgyakat is, ezzel azonban csak egy probléma van, hogy a ZHK ezt nem szállítja el. Az egyetlen kivételt tehát a veszélyes hulladéknak számító háztartási cikkek jelentették. Ezeket valóban nem szállította el a ZHK, hiszen a megoldás a városban is egy olyan hulladékudvar létesítése lenne, ahol a szelektív módon gyűjtött veszélyes anyagokat kezelnék.